Sziasztok! Itt vagyunk az Unikumház bárjában, és ma arra fogunk beszélgetni Tóth Sándorral, hogy mi volt a szerepe az Unikum barista fejlesztésében. Mit kell tudnunk erről a kávéról? Honnan származik? Milyen pörkölésnek vetetted alá? Ez a kávé két dolog miatt is különleges. Fontos egy kávéban, ugye nyilván az emóciós tartalom, másrészt pedig az élvezet értéke. Az emóciós tartalom egyszerűen áll össze, mert hogy a terület, ahonnan származik, egy magyar származású jó barátunk tulajdonában van, akit Bányai Lászlónak hívnak. Lacival egyébként úgy kerültünk kapcsolatba, hogy vásároltunk egy tételt, a tételről utóbb kiderült, hogy egy magyar származású, illető első születes tétele, fölvettük a kapcsolatot, és gyakorlatilag elkezdtünk együtt működni, úgyhogy 2017-től az ültetvényt közösen irányítjuk. A beltartalmi értéke pedig attól különleges, hogy a kosztarikai törvények alapján Kosztarikán csak kizárólag arabika kávékat lehet termeszteni, tilos bevinni bármi mást, és a földrajzi adottságai miatt, mivel tengerszint feletti 1550 méteren található az ültetvény, rendkívül jó vegyes vulkanikus talaj alkotja az ültetvény talajszerkezetét, elegendő a napos órák száma, nagyon egyenletes a csapadékeloszlás, és gyakorlatilag a folyamatosan fúvó szél miatt semmiféle fertőzés nem éri magát az ültetvényt. Ahogy mondtam, a tengerszint feletti 1450-1550 közt található az ültetvény, tehát nagyon meredek domboldalon kell, ezekkel a cserjékkel, vagy hát ilyen cserjékkel, mint ami itt van mellett, egyébként bányai magról szaporítottuk. Abszolút kézi munka a betakarítás. A cseresznyéket reggel 6-kor kezdjük el lecsipkedni a kávécserjékről, és ez gyakorlatilag ilyen déli 12 óra környékén az aznapi szedésbe is fejeződik, addigra nagyon felmelegszik a levegő, vagy nagyon, hát ez ilyen 25 fokot jelent, de nekünk fontos az, hogy hűvösen tartsuk. Aztán a szedést követően egy hántológéppel meghántoljuk, ilyenkor a gyümölcshúst eltávolítjuk, megmarad maga a bab, amit egy pergamenhéj még körbevesz, és a pergamenhéjen egy ilyen cukros, mézes, ragacsos réteg található még. Meg kell kezdenünk a szállítást, emellett afrikai ágyakat használunk, amik hát ilyen durván 1 méter, 10-1 méter, 20 centire vannak elemelve a talajtól, és egy rétegre terítjük ki a babokat, hogy alulról felülről egyenletesen tudjon száradni, és nem kívánt mikrobiológiai folyamat még véletlenül se tudjon beindulni. A szállítás 28-30 napig tart, tehát éppen attól függ, hogy a szél hogy fú, meg mennyi napot kap, éjszakára letakarjuk, hogy ne párásodjon vissza, és folyamatosan mérjük a nedvesség tartalmát, amikor 11-12% környékére lecsökken, akkor gyakorlatilag a szállítással végeztünk. Ezt követően az összegyűjtött babokat még meg kell hántolni, ezt a pergamenhéjt el kell távolítani. A hántolást követően különböző válogatási fázisok következnek, egyrészt a méret alapján, fajsúly alapján az esetleg sérült vagy hibás szemeket kiválogatjuk, majd zsákba kerül és beutazik Magyarországra. Sanyi, meg szeretném köszönni neked a sok-sok év elképesztően kemény munkáját, és lezárásaként öntenék neked egy kis pohárkát ebből a elképesztően finom Unikum barisztából. Tied. Az enyém. Én megkedveltem, úgyhogy hajrá, egészségedre! Kedves egészségedre!